Köszöntöm kedves nézőinket, önök a Williams Televízió Vecsési Magazin című műsorának május 6-ai adását látják. Nézzük röviden a tartalmat. Lomtalanítás. Az elmúlt évekhez képest jelentősen több volt a hulladék a városban. Vecsési aktuális. Befejeződött a Csaba utca felújítása és folytatódnak a járdaépítések is. Testületülés. Ingatlan vásárlásokról is döntöttek a képviselők. Andrássy iskola. A Ritmus jegyében zajlott az idei projekt hét. Nemzetiségi percek. Tematikus hetet tartottak a Grassalkovics iskolában is. Gimnazisták. Elbalagtak a végzős tanulók a Petőfi iskolából. Kerek a káposzta. Népdalkörök találkozója volt Vecsésen. Kütyük. Régi műszaki cikkekből nyílt kiállítás pénteken. Névjegy. Vendégünk Cippel Zsolt, a VFC oszlopos tagja. Május 9-éig tart a tüdőszűrés Vecsésen. A szűrés helye a Károly utca 2 szám alatt lévő régi felnőtt könyvtár épülete. A vizsgálat modern, korszerű géppel történik. A 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes a tüdőszűrés, és a vizsgálatra való jelentkezés önkéntes. A munkaalkalmassági vizsgálathoz, illetve 40 éves kor alatt a vizsgálat díja 1700 forint, melynek befizetése postai csekken történik. A csekkeket a szűrőállomáson dolgozók biztosítják. Az érettségi jegyében zajlott a hét a végzős középiskolások számára. A Petőfi Sándor római katolikus német nemzetiségi általános iskola és gimnáziumban is számos diák adott számot a tudásából. Hétfőn a magyar írásbelikkel kezdődött az érettségi, kedden a matematikával folytatódott, majd szerdán a történelem írásbelik következtek, majd a nyelvi vizsgákra került a sor. Hagyományőrző családi napot tartott április 23-án a Városi Nemzeti Szövetség. Az Epresben és a Grassalkovics Antal általános iskola udvarán számos honvédelemmel kapcsolatos látnivaló várta az érdeklődőket. Volt katasztrófavédelmi bemutató, légpuskalövészet, toborzás, majd Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő tartott előadást. A Városgondok ügyvezetője szerint pozitív tapasztalatokkal zárult az idei lomtalanítás a városban. Az elmúlt két évhez képest viszont jelentősen több hulladékot kellett elszállítaniuk a cég autóinak. Mint korábbi években is, most is két részre osztottuk a várost, ezért volt két hétvégén a lomtalanítás. A tavalyi mennyiséghez képest jóval nagyobb lomot kellett, tehát mennyiséget kellett összeszednünk. 335 tonna lomhulladékot szedtünk össze a két hét alatt, ez 84 fordulót jelent, tehát 84-szer kellett az autót megtölteni. Elmondhatom azt, hogy az embereim nagyon-nagyon nagy munkát végeztek, a lakosoknak pedig szeretném megköszönni az együttműködést. Tényleg nagyon sokan voltak, akik figyelembe vették az előírásokat, hogy mit szabad kirakni és mit nem szabad kirakni. Voltak azért negatív tapasztalatok is, de javuló tendenciát mutat az elmúlt évhez képest. Volt-e különbség a város két felében a tekintetben, hogy hogyan sikerült elvégezni, milyen ütemben a munkát? Hál' Istennek mind a két részt két nap alatt össze tudtuk gyűjteni, annak ellenére, hogy a lenti részen jóval több volt az idén is, úgy, mint a tavaly évben is. Tehát a megoszlás az körülbelül úgy van, hogy a lenti részen 200 tonnát gyűjtöttünk, a fönti részen pedig a 135 tonnát. Melyik a lent, melyik a fönt? A fönti rész a felső telep, a Krakó, a falu rész, és a lenti rész az Andrássy telep, a Halmi telep és a lakópark. Veszélyes hulladékokat is gyűjtöttek be itt a Városgondok telephelyén, és úgy tudom, hogy elég alapos adminisztrációval járt az, hogyha valaki behozott valamit. Igen, ezeknek a veszélyes hulladékoknak a begyűjtése szigorú jogszabályhoz kötött, nem is végezheti bárki ezt. Mi cégünknek sincs erre engedélye, ezért egy külső céget kell erre megbízni, ilyenkor mi a telephelyünket felajánljuk, hogy a gyűjtést itt elvégezhetik. Minden lakos, aki ide behozta a veszélyes hulladékot, szembesült azzal, hogy elkértük a személyes adataikat, mert ezeket nekünk le kell dokumentálni, és ezekkel a veszélyes hulladékokkal szigorúan el kell számolni. Mivel magyarázható az, és itt inkább
privát véleményére lennék kíváncsi, hogy idén, ugye, ahogy említette, több mint 300 tonna fölötti lomot gyűjtöttek be. Tavaly 200 körüli volt, illetve tavaly előtt 180 körüli, hogyha jól emlékszem. Igen, a 335 az idén, tavaly 250 tonna volt, és tavaly előtt pedig 150 tonna volt. Egy kicsit érthetetlen számunkra, hogy mi ez a hatalmas nagy növekedés. Én úgy gondolom, hogy azért egy kis odafigyeléssel ezt lehetne még csökkenteni. Gondolok itt arra, hogy rendkívül sok kartonpapír van kirakva ilyenkor lomtalanításkor, ami úgy gondolom, hogy ha a szelektív hulladékgyűjtés napján raknák ki, akkor ez nem költséget jelentene a városnak, hanem bevételt jelentene. Olyannal is szembesültünk, hogy valaki azt mondta, hogy nem tudja belehajtogatni a szelektíves zsákba a nagy kartonpapírt. Köztudott, hogyha a kartonpapírt leteszik a szelektíves zsák mellé a szelektív gyűjtés napján, ugyanúgy elszállítjuk ezeket a papírokat. Vagy olyannal is találkoztunk, hogy valaki 50 doboz könyvet rakott ki. Hát ilyenkor én úgy gondolom, hogy el kéne gondolkodni azon, hogyha ezt odaadják az egyik iskolának, iskolai papírgyűjtésre, vagy ugyanúgy szelektíves napon rakják ki, ezt mi ugyanúgy elvisz, és ebből bevételünk származik, nem költségünk. Mennyire volt tartható a lakosság részéről a visszajelzések szerint az előírt, vagy legalábbis kért, vagy ajánlott, nem tudom melyik szót használja, 2 köbméter, amit ki lehetett helyezni a lakó ingatlan elé? Általában betartották ezt a lakosok, mindig vannak kirívó esetek, ezeket külön kell kezelni, ilyenkor felszólítjuk a lakost, hogy rendeljen konténert, az se mindegy, hogy mit rakott ki, mert hogyha valaki persze kirak egy szekrénysort, akkor az már eleve nagyobb űrtartalommal rendelkezik, de ezeken is el kell gondolkodni a későbbiekben, mert ez a rendkívül sok faanyag, amit begyűjtöttünk, szerintem ezt is sokkal észszerűbben lehetne hasznosítani. Mi volt abban az esetben, hogyha valaki mégis kitett valamilyen veszélyes hulladékot a háza elé? Mi felhívjuk ilyenkor a lakosnak a figyelmét arra, hogy leírtuk ezt az újságba, lenyilatkoztam, Facebookon, honlapon is rajta volt, mik azok a hulladékok. A legjellemzőbb a gumi volt, az autógumi és az elektronikai hulladék. Ezt minden évben felajánljuk, hogy ilyenkor lomtalanításkor szombaton be lehet hozni ide a telephelyünkre, díjmentesen le lehet adni. Nagyon sokan ezt nem vették figyelembe. Ilyenkor egy értesítőt dobtunk be a postaládába, hogy szíveskedjen befáradni. Az első hétvége után a felső telepen, ami ott maradt, nagyon sokan voltak, akik a második hétvégén ezt bepotolták és tényleg lehozták ide a telephelyünkre, de voltak olyanok, akik erre se voltak hajlandóak. Hát sajnos a későbbiekben körbe kellett menni egyszer az autónkkal, és be kellett gyűjteni ezeket a kint maradt hulladékokat is. Summa summarum, hogyha most visszatekint erre az elmúlt lomtalanításra, illetve az azt megelőzőekre, és felidézzük azt, hogy néhány héttel ezelőtt voltak véleménykülönbségek a tekintetben, hogy a házhoz menő szelektív működne jobban, vagy pedig itt most jelenleg ugye több autóval végezték a begyűjtés, maradjon a régi rendszer, akkor jövőre mire számíthat a lakosság? Én meg vagyok elégedve az idei lomtalanítással, tényleg 6 autóval nagyon hatékonyan tudtunk dolgozni. Szeretném megköszönni a polgárőrség, a közterületfelügyelőknek, a rendőröknek, a hulladékkommandónak a munkáját is. Későbbiekben én nyitott vagyok minden egyéb más megoldási lehetőségre. Meg fogjuk most vizsgálni, és most azonnal el is kezdjük tényleg, hogy a házhoz menő lomtalanításnak mik az előnyei, mik a hátrányai, és itt Vecsésen van-e realitása ennek a bevezetésére, úgyhogy summa summarum én azt gondolom, hogy mindenki nagyon oda tette magát, és sikeresen végrehajtottuk a lomtalanítást, a jövőt meg majd meglátjuk. Befejeződött a Csaba utca felújítása, hamarosan a Város utca, valamint a Bokor utca melletti tér rekonstrukciójával folytatódnak a beruházások a városban. A soron következő utak és járdák felújításáról a polgármestert kérdeztük. Örömmel mondhatom, hogy a Csaba utca elkészült, egyébként régi adósság, csak úgy, mint minden olyan utca, amely nem kapott még szilárd burkolatot. A lakók azt gondolom, hogy örömmel fogadták, annál is inkább itt a vízelvezetési problémákat is meg kellett oldani, tehát ugye az utca nagyon lejtős, egyrészt a vasút irányba, másrészt a Lőrinci út irányába, és így a Lőrinci út felé még átereszeket is kellett építeni, tehát át kellett fúrni a Lőrinci utat, meg kellett újítani az ottani fogadókat, tehát gyakorlatilag ez egy komplex beruházás, komplexebb, mint az első ránézésre tűnik.
de ez egyébként tavalyi adósság volt, beterveztük a tavalyi költségvetésbe, de időhiányában nem tudtuk befejezni. Ebben az évben még van pár ilyen feladatunk, amit szeretnénk megcsinálni, és gyakorlatilag a tavalyi évben már elkezdtük. Ilyen a város utcai pályázat, amelynek a kivitelezési munkálatai a napokban megkezdődnek, tehát május elején sor kerül a munkaterület átadásra, és a kivitelező felvonul. Ugyanígy szeretnénk, hogyha a nagyobb léptékű építkezések közül hosszú évek után most már megvalósulhatna a Halmi iskola szárnybővítése, tehát tantermekkel való bővítése, itt a kiviteli tervek elkészültek, sőt, azt várjuk, hogy a közbeszerzést kiírják, hogy a kivitelezőt ki lehessen választani, hogy a nyár folyamán ez megépüljön. Ezt már évek óta tervezzük, ez nem feltétlenül rajtunk múlik, ez a nemzeti sportközpontokon keresztül folyik ez az egész beruházás, az állam fogja finanszírozni, gyakorlatilag innentől kezdve nekünk ugye segítő szerep jut, illetve a sürgető szerep, én állandóan azon vagyok, hogy ne csúszunk ki ebből az évből, és a nyári szünetben ez elkészülhessen. A Bokor utca előtti tér megszépítése is a terveink között van, egyébként erre is volt pénz a tavalyi költségvetésben, csak egész egyszerűen az ősz már nem engedte, hogy megépítsük. Gyakorlatilag ez is nyárig befejezésre kerül majd. Az idei évi költségvetésben is számos járda és útépítés történik majd. Ezeknek a részletezését én azt gondolom akkor fogom nyilvánosságra hozni, amikor a zárszámadás után még nagyobb lehetőségekkel rendelkezünk, és tudjuk pontosan, hogy milyen ütemezésben és melyik szakaszok fognak megépülni. Tehát több járdaszakasz és számos utca is elkészül. Ezek közül talán annyit tudnék kiemelni, a nagyobb forgalmú utak mentén a Kinizs utcába építünk járdát, a Károly utcába fogunk még, a Telepi úton és a főúton egy rövid szakaszt mindenképpen felújítunk. Az utak közül egyenlőre az Ötvös utca az, ami biztos, hogy teljesen fel lesz szedve, és a Piasztér és a Károly utca közötti szakaszát megépítjük. Ezt elhatároztuk, és szeretnénk ezt megszépíteni, mert ez is a városközponthoz tartozik. És bizony, a Gyár utca tervezése is folyamatban van, de ennél remélem, hogy nagyobb lehetőségeink lesznek az elkövetkezendő időszakban. Most azt várjuk, hogy az árszámadáskor derüljön ki, hogy pontosan mekkora összeggel rendelkezik az önkormányzat. Az áprilisi testületi ülésen a képviselők számos ingatlan vásárlásról és ingatlan eladásról is döntöttek. A részleteket Szlahó Csaba polgármester ismerteti. Többször lenyilatkoztam jó magam is, és a képviselőtársaim is, hogy az intézményeink bővítéséhez mindenképpen szükség van ingatlan vásárlásokra, ugyanis nagyon be vagyunk szorulva a belterületen, tehát a lakóterületen. Az intézményeinket magánházak veszik körül, és meg kell ragadnunk azokat a lehetőséget, amikor ezek a magánházak eladóvá válnak. Ugye a szomszéd az életben egyszer vagy egyszer sem lesz eladó, ezért ezt, amikor lehetőség van, meg kell venni egy intézmény esetében. Úgyhogy ezen az alapon szeretnénk a falusi iskola egyik szomszédját megvásárolni, szeretnénk a szakorvosi rendelők mellett a Dózsa-György úton szintén telekhez jutni, és ezért vásároltunk egyébként több ingatlant, lakóingatlant is, ezzel is ugye a lehetőségeinket kívánjuk bővíteni. Másrésztről pedig be vagyunk szorulva olyan értelemben is, hogy belterületen már nem sok olyan helyünk van, ahova intézményt létre tudnánk hozni. Múlt hét csütörtökön, 28-án írtam alá a szerződést a Széchenyi út egyik telephelyének megvásárlására. Ez egy igen nagy volumenű vétel, sőt mondhatom, hogy ekkora értékben az önkormányzat, amióta én vagyok a polgármester, vagy amióta képviselő vagyok, ezt is fogalmazhatnám, tehát lassan 20 éve nem vásárolt ingatlan. A Széchenyi úton azért vettük meg ezt a telephelyet, hogy a Városgondnok Kft-t ki tudjuk költöztetni, és oda, annak a helyére egyrészt intézményt tudjunk telepíteni, másrészt pedig a lakóterület tehát egy kicsit fel tudjuk dobni, esetleg parkkal, vagy lakóingatlanoknak való telkek kiparcellázásával. Tehát ezen is gondolkodtunk. És van még egy olyan lehetőségünk, hogy az Andrássy telepen szintén nagyobb területet vásároljunk, ennek azonban még az előkészületei folynak, ezt egyelőre csak így szűkszóban szeretném megemlíteni. Igen, és eladunk egy területet, tehát amit felsoroltam, hogyha mindent megvásárolunk az idén, az majdnem 500 000 forint érték. Tehát gyakorlatilag ez nagyon komoly tétel, de akkor kell vásárolni, amikor az ingatlanok kedvező áron megvehetők, és most azt gondolom, hogy ez elmondható.
és van is rá talán fedezetünk, nem talán van rá fedezetünk. Tehát van, amikor nagyon le vannak az ingatlanárak, de nincs pénzünk, van, amikor pedig nagyon drágán adják, és akkor meg már az ember nem tudja, meg nem is akarja megvenni, mert olyan irreális árat mondanak. Van egy olyan terület, amit az önkormányzat most szeretne értékesíteni, ez elsősorban munkahelyteremtés, vállalkozásfejlesztés, részben lakóingatlanok létesítésére való terület, és az ebből befolyó összeget is ingatlanvásárlásra kívánjuk fordítani, azért, hogy a lakosság komfortérzetét tudjuk növelni, például azzal, hogy az egyik településrészünkön szintén egy olyan parkot építsünk, hétvégi szabadidőparkot, illetve sportolásra alkalmas területet létesítsünk, ahol a lakosság szabad idejét kulturáltan és kulturált környezetben el tudja tölteni. Említette, hogy új telephely területet vásároltak a Városgondok Kft. Részére, és akkor ezáltal úgy a Damjanics utcában felszabadul majd egy jelentős nagyságú terület. A Városi Honlapon, illetve több fórumon is várták a szülőknek a jelentkezését, illetve visszajelzését, hogy milyen igény lenne bölcsödére. Ez április végén lezárult. Vannak-e már részeredmények, eredmények, hogy mekkora igény lenne egy új bölcsöde létrehozására? Így igaz, hát gyakorlatilag a célkütőzés az volt, hogy a pályázatban előírt 60 kérdőívet kitöltessük, illetve igénybejelentő lapot, hát ennél kétszer annyi érkezett, de nem is nagyon erőltettük utána. Nyilván én azt gondolom, hogy akinek pici gyereke van, vagy még tervez gyereket, és látja, hogy mennyire nagy a várólista a bölcsödébe, az szeretne ilyet. Úgyhogy azt örömmel elmondhatom, hogy nagyon sokan támogatták ezt a beruházást, és nagyon sokan alá is írták az igénybejelentő lapokat, tehát jóval 100 fölött vannak ezek a bejelentő lapok, és nem is nagyon erőltettük tovább, köszönhetően ugye, tehát a gyors eredmény az egy hét alatt született gyakorlatilag a védőnöknek és a bölcsőde vezető asszonynak, illetve a bölcsődébe dolgozó kollégáknak köszönhetően sok emberhez eljutott, pont az érintett felekhez eljutott, tehát egyértelmű volt a támogatottság. Remélem, hogy ezzel is alá tudjuk támasztani a pályázatot, amely aztán majd a későbbiekben sikeres lesz. A Ritmus jegyében zajlott a projekt hét az Andrássy Gyula általános iskolában. A szórakoztató programok mellett a gyermekek egy örök érvényű házi rendet is megalkottak. Ez a hét a Ritmus jegyében zajlik. Az első két napon, hétfő kedden felkészülnek a gyerekek, és ilyen projektmunkákat készítenek, ami lehet akár egy előadás, egy kis színdarab, egy kis ritmusjáték, vagy az egyik osztály például építészetben rejlő ritmusvilágot próbálja bemutatni. Azok ilyen dobozokból különböző épületeket hoztak létre, és megfelelő ritmust jelenítenek meg rajta színekben, formákban, magasságokban. A szerda, csütörtök, péntek pedig 2-től 4-ig forgószínpadszerűen különböző programokon vehetnek részt a gyerekek. Mennek a menetlevelükkel, itt lehet is látni a háttérben a menetlevelet, és igyekeznek minél több jelenlétet pecséttel igazolni a különböző állomásokon, mert egy ilyen verseny is zajlik. Az az osztály, aki a legtöbb helyen vett részt, legtöbb foglalkozáson vett részt, az valamiféle nyereményre számíthat, ami feltehetőleg, még nem tudjuk pontosan, egy ilyen zenés színdarab, vagy valami hasonló táncos darab, vagy hangverseny lesz, ahol elment ez a nyertes osztály. Ezek a foglalkozások, ezek például az angolosok angol mondókákat, ritmusos mondókákat, a németesek német nyelven ugyanezt. A magyar tanárok több dolgot is csinálnak, az egyik csak, amit most megemlítenék, hogy egy házirendet, egy örökérvényű házirendet írnak, azt hiszem hexaméterben, akkor rajzban is a ritmus világába merülnek el a gyerekek, különböző alkotásokat fognak létrehozni. Vannak ritmus szobák, különböző korosztálynak különböző dal és ritmus játékok, mondókák, akkor beüzemelt a kemence a háttérben, azzal is foglalatoskodnak a gyerekek és a tanárok. Most... Miért pont a ritmus lett a tematikája? Ez egy véletlen volt. Minden év végén összegyűlünk az értekezletünkön, és akkor találjuk ki, hogy mi lesz a következő évben. Eddig volt az egészséghét, a Magyarország, 19 megyéje, a 19 osztálynak, és most ez a harmadik, a ritmus. Úgy látom, hogy rendkívül élénkek a gyerekek, tehát szerintem sokkal aktívabbak, mint amikor két óra között a szünetben kicsöngednek, tehát tényleg leföl rohangálnak mindenki Andrássy pólóban, kis papírral a kezében. Úgy látom, hogy tetszik nekik ez a dolog. Imádják, mint minden tevékenységet, amit színesíti a hétköznapjaikat. Ez nagyon klassz, tényleg.
Milyen előkészületek előzték meg? Hát a szervezés az mindig zűrös. Szóval komoly erőfeszítések vannak e mögött, hogy össze tudjuk hangolni ezeket, hogy melyik teremben, mikor, hogy, mi. Zeneiskolával kellett egyeztessünk, akkor egymással főleg. Akkor az időjárás is közbeszólt, hiszen egy olyan programmal kezdtük volna, hogy körbeülelik a gyerekek az iskolát, de ez ma elmaradt, ezt áttettük holnapra, illetve közös torna lesz, ilyen gimnasztika reggel. Azt is áttettük egy másik napra az időjárás miatt. Mai napon egy olyan énekléssel kezdtük, ahol 470 gyerekben volt a tornateremben, és együtt énekeltünk. Ez meglepően fegyelmezett volt, hihetetlen volt számomra, hogy kihangosítás nélkül így együtt tud dalolni 470 gyerek. Mi lesz a záró momentuma ennek a hétnek? A hét záró etüdje az igazából szombaton lesz, az a második Andrássy túra, ahol így lelazulhatunk ebből a felfokozott ritmusból. Ez az Andrássy túra az indul a Bakterház irodalmi vonalát fogja végigkövetni, ugye, aminek erős kötődése van a Vecséshez. A nemzetiségi lét sokszínűségére hívta fel a diákok figyelmét egy projekt hét keretében a Grassalkovics Antal német nemzetiségi és két tannyelvű általános iskola. Ott jártunkkor épp Németh Tibor citara művész tartott hangszerismertetőt. Iskolánkban nagyon komoly és sokszínű nemzetiségi élet zajlik, és úgy gondoltuk, hogy ebben a tanévben egy hetet kimondottan a nemzetiségi lét sokszínűségére fogjuk fordítani, és erre koncentrálunk. Tehát rengeteg mindenféle foglalkozást tartunk ezen a héten, ezért is az a neve ennek a projekt hétnek, hogy Kunterbunte Schwaben Wohe, tehát Tarkabarka Schwab hét, és azért Tarkabarka, mert mindent a nemzetiségi lét minden szegmensét próbáljuk a gyerekeknek megmutatni, úgy a kultúrát, az étkezési szokásokat, a zenét, a kézművességet, tehát mindent e köré szerveztünk ezen a héten. Most éppen egy hangszerbemutató zajlik a háttérben, de ezt leszámítva és ezzel együtt mi volt eddig és még mi várható a héten? Igen, Németh Tibor koncert citera művész tart a gyerekeknek egy kis hangszer kóstolót. Ezt tulajdonképpen alpesi citerának is szokták nevezni, és a német népzenének egy régen használatos eszköze volt. Ezen kívül nagyon sokféle programunk volt már ezen a héten, így például a gyerekek a tájházban látogatnak, ahol mindenféle népi játékkal ismerkedtek meg, aztán az étkezési szokás sokat felelevenítve, szülőket bevonva a hét elején hagyományos vecsési krumplisfleknit sütöttek a szülők, és megkínálták, megkóstoltatták a gyerekekkel, természetesen elmesélték ennek a készítését is, és történetét is. Aztán a hét elején három napon keresztül nemzetiségi délutánjaink, illetve estéink voltak, hiszen olyan nagyon sok osztályunk van már, hogy egy hétvégi délután alatt nem sikerül bemutatni, hogy mi mindent tanultak a gyerekek. Egy év alatt, tehát ezt három estén nézhetik meg a kedves szülők. Tehát ez a kultúra keretén belül zajlott. Holnap jön hozzánk József Mihálisz, szági német költő, aki egy kis előadást tart a gyerekeknek, illetve mindannyian tudjuk, hogy az országgyűlés a 2016-os évet az előzetés évének nyilvánította. Ennek keretében a kitelepítésről Früvirt Mihály úr, a Kulturverein elnöke tartott ismertetőt a gyerekeknek, és Pécsről indul egy úgynevezett vándorbattyú, amelynek a második állomása iskolánk lesz, és a nemzetiségi települések megpróbálják nemzetiségi tartalommal ezt a vándorbattyút megtölteni. Szentendrére is ellátogattak gyermekcsoportjaink, ahol szintén nemzetiségi tájházakat néztek meg, és nemzetiségi, német nemzetiségi foglalkozáson
vettek részt, valamint hétvégén hozzánk látogat Frey Mária, magyarországi német népismeret könyvek szerzője, aki egy kis tanösvényen ismerteti meg a népismeret tananyagot a gyerekekkel, és ennek keretében nagyon sok kollega is környező településekről ide látogat hozzánk, és egy továbbképzést szerveztünk ebben a témában nekik. Úgy hallom, hogy ez a citera bemutató rendkívül sikeres lehet itt a háttérben, hiszen olyan szinten összpontosítva, együtt szólva cseng, bong, a gyermekek, illetve az előadó művész hangja, ami talán nagyon ritka. Utána, amikor vége lesz ennek a hétnek, akkor a gyerekektől megkérdezik-e, hogy mi tetszett, milyen tapasztalatokkal zárják ezt a hetet? Természetesen, hiszen a tapasztalatokat leszűrve az elkövetkezendő években is szeretnénk koncentráltan egy-egy hetet ennek a témának szentelni, de már most elmondhatjuk, hogy nem csak a gyerekek, hanem a kollégák is úgy jönnek vissza egy-egy foglalkozásról, hogy nagyon tetszett nekik, és hogy mennyivel többet más környezetben tudnak így a gyerekek tanulni és megismerkedni a tananyaggal, mint hogyha a tanóra keretében ezt meg kéne tanulni, be kéne magolni nekik, tehát élményszerűen szerzik meg a tudást. Elbalagtak a végzős tanulók a Petőfi Sándor római katolikus német nemzetiségi általános iskola és gimnáziumban. A jeles napon ismét felcsendült a Ballag már a vén diák kezdetű dal. A káposzta, csipkés a levele címmel harmadik alkalommal rendezték meg a népdalkörök találkozóját Vecsésen. Április 24-én számos népdalkör, kórus és zenész adott szórakoztató színvonalas műsort a Bálint Ágnes Kulturális Központban. Részleteket láthatnak a hangulatos találkozóból.
rendhagyó kiállítás nyílt pénteken a Vecsési kiállítóteremben. A régi szórakoztató elektronikai eszközökhöz a kiállító Kortya Vilmos hívta segítségül a múlt hangjait és képeit. Igazán elmondhatjuk azt, hogy most aztán csurig van a terem, és nem csak érdeklődőkkel, hanem kiállított tárgyakkal is. Milyen tárgyakat láthatnak az érdeklődők, akik nem csak most, hanem az elkövetkezendő egy-két hétben még eljönnek ide és meglátogatják? Hát visszatérve a múlt évre, Bélával beszélgettünk, hogy lenne egy ilyen kiállítás, mert ezt már említettem a televízióban, és én csak megemlítettem, hogy mi volna, lenne egy olyan kiállítás, ahol a régi megszólalt készüléket, a tévéket, rádiókat hajtanánk ki. Azt mondja, jó, persze, és akkor eltelt egy jó kis fél év, és utána rá telefonált, hogy te figyelj, akkor most április lesz a kiállítás, mondom, ne csináld már. Akkor legyen, jó. De az a lényeg az ennek a kiállításnak, hogy kicsit vissza szeretnénk adni a múltat, én is, meg esetleg a régi kollégáim, hisz én annak idején a GLK-n dolgoztam, és ezeket a készüléket úgymond javítottam, majdnem minden is készüléket, tehát itt a régi televíziótól kezdve a modern magnókig, rádiókig. És úgy gondoltam, hogy vannak olyan fiatalok, akik még abban az időben nem is éltek, és nem is tudták, hogy annak idején milyen módon hallgatták az emberek a rádiók, honnan jöttek az információk, honnan jöttek a hírek. És egy ilyen kiállítást gondoltam, akkor szervezünk meg, és mutassuk meg a nagy közönségnek, hogy azért ezek a készülékek még a mai napig is működnek. Hátam mögött például pont Jimi Hendrix szól, és a Szabad Európa Rádió hangján keresztül. Úgyhogy ez lett a kiállítás, kicsit megmutattuk a múltat, és mivel hogy nekem a szívem csücske a televízió is, így a Willems TV-nek egy kis sarkot is megpróbáltam kiállítani, hogy aki esetleg nem tudna bekerülni a stúdióba, lássák az, hogy hogy működik a mai világban is az információ áralat. Ezek a gyöngyszemek, ezek egyébként hol foglalnak helyet? Mert ez temérdek cikk, műszaki cikk, és gondolom, hogy azért ezeket otthon el is kell valahol helyezni, sőt, vigyázni is kell rá, mert ahogy gondolom, azért időnként előveszi őket, babusgatja, javítgatja. Igen, szóval nálunk egyrészt az üzletben vannak, ott helyezkednek el, de nálunk a hálószoba úgy néz ki, hogy az ágy mellett van egy gitár, vagy egy régi csöves televízió, tehát az egész lakás tele van ezekkel a készülékekkel, de még a padlásról nem is beszélve. Tehát az elmúlt közel 40 év alatt gyűjtői munka alapján lett ez a rengeteg készülék, de mindennek van helye. Én úgy vagyok vele, hogy aminek értéke van, az ha egy mód van rá, akkor oldjuk meg, és őrizzünk meg a utókor számára, hogy a fiatalok tudják, hogy honnan jöttünk, és hová fogunk majd menni. Ezeknek eszmei vagy valós értéke is van, vagy gondolom nem csak ön számára van ennek értéke, hanem van itt egy-egy régebbi darab is. Igen, van eszmei értéke is, van valós értéke, tehát a 30-as évekből is vannak itt készülékek, egy-kettő készülék, amin abban az időben a rádió működött, és vannak olyan készülékek, amiknek voltak éppen olyan eszmei értéke van, amit én magam már kérdezik, hogy akkor megvásárolnak, mondom, semmi pénzért nem tudom eladni, mert olyan értéke van neki, hogy ezt nem tudják megfizetni. Hány év alatt gyűltek össze? Hát ez közel 45 év alatt gyűltek össze, és még nem beszél, mert még van még otthon, úgyhogy... Rá tudna mutatni egyre, ami a büszkesége? Én nekem a Duna az egyik biztoségem, mivel hogy annak idején, amikor először volt az utcánkban televízió, akkor az emberek jöttek székkel, és nekünk egy Duna televíziónk volt, és akkor beültek a szobába, és mi már csak az udvaron tudtunk helyet foglalni, hát ez abban az időben ez nagy kurizom volt, hogy egy tévé volt, és az fél utca azt a tévét nézte, és hozták a széket, mondom, leültek, és nézték a tévét. Nekem az egyetlen olyan televízió, ami nagy emlék fűz hozzá. Megkezdődött a visszaszámlálás, és most már szerintem minden vendég megérkezett. Kezdődik a megnyitó, meddig lesz megtekinthető? Két hétig lesz a kiállítás, és nagyon nagy örömre vasárnap, meg szombaton és ünnepnapon is nyitva a kiállítás. Jó, hogy abban az időben nem fognak megszólalni, csak kiállítás alatt fognak megszólalni ezek a készüléket, de egy pár készüléket megpróbálunk megszólaltatni akkor is, ha megoldható. Egy kis nosztalgia. Mikor fölizdott a csövek fűtőszála, a katódból menekülő elektronok sokasága indult a légüves térben, hogy információt gyűjtve a rácsokon, dallal, szóval az anódba megérkezzen. Zúgott a trafó, dolgozott a tápegység, diódák irányították az áramot, serleg alatt indultak a rezgőkörök, kondenzátorok, ellenállások, szűrtek, csatoltak az izgága töltések között. Főfény lett a skála, kigyúlt a macska szem,
az EM80-as cső zöld színvarázsa, és hangzúgással jelezte a hangszóró, hogy vár téged az állomás keresője, ablakot nyit a világra a rádió. Híreket hallgatott az idős nemzedék, jó rockzenét kerestünk mi fiatalok, a Luxemburg rádión lógtunk a szeren, vártuk Komjáti műsorát vasárnap, hogy visszahallgassuk magnó felvételen. Emlékszem az első televíziónkra. Politúrozott, míves bútordarab volt, a képeket még fekete-fehérben adta, és esténként kis sámlival a kezükben jöttek a szomszédok műsort nézni rajta. Hétfőnként szünetelt az adás, délben is, majd délutánonként kezdődött csak újra, és az éjszakát meghagyta pihenésre. Gyakorta elromlott szerencsétlen pára, ekkor azt mondták, mindig hétfő van benne. Hosszú az út a fonográfiától az ősgetikát hozó elektronikáig. Okostelefonon cseng, 2 forintos dolar, de mi tudjuk, szép volt az út idáig. Ez a kiállítás ez kicsit visszatekint, mondhatnám a múltamra, mivel én annak idején javítottam ezeket a készüléket, és majdnem minden készülék a kezem között volt, mivel hogy betegek voltak. Megpróbálom visszaadni ennek a hangulatát, és ha már visszaadjuk a hangulatot, én arra gondoltam, hogy ezek a készüléket próbáljanak megszólalni. Hát ha kicsit kis nosztalgiát hallanánk. A rádió után megint a televízió, és abban az időben, Névjegy című rovatunk vendége 31 éven át rúgta a bőrt, a Vecsési Futballklub oszlopos tagja, többszörös gólkirály. Szaporos Krisztina beszélgetőtársa, Cipper Zsolt. Üdvözlöm Önöket, a Vecsési magazint látják. Névjegy című rovatunk következő vendége, egy sajtódefiníció szerint idézem, minden hájjal megkent rutinos róka, a hátvédek rémálma. Cipper Zsolt, Cipiről beszélünk, szervusz, üdvözöllek itt a stúdióban. Szóval én is üdvözlöm a kedves nézőket. Mennyire vagy te valóban minden hájjal megkent, rutinos róka? Hát ez nézőpont kérdése, én azt gondolom. Biztos a pályafutásom során kialakított harc és az előre győzött párharcok alapján mondják azt, hogy egy rémálom lehetek. Én azt gondolom, hogy az embere válogatja, hogy kinek ki a sztereotípia és ki az, aki fél valakitől. Hogyha örülök amúgy, megmondom őszintén, hogyha azt gondolják, hogy tőlem félni kell a pályán. Nyilván itt mondjuk a technikai tudásodra és a gólerősségedre célzott az újságíró, aki így definiált téged. De egyébként milyen habitus jellemzett téged az elmúlt több mint 31 év során, amikor játékos voltál, ugye?
Hát az elején még, a 31 év pályafutásom, az elején még az én is gyermekként kezdtem, tehát akkor értelemszerűen fejlődött ki az egyéniségem, de megmondom őszintén, hogy mindig egy agresszív típus voltam a pályán. Tudtam, hogy mi az előnyöm, mi a hátrányom, próbáltam mindig azt preferálni, ami az előnyöm. Ugye a harcosságom, a keménységem, és egy-egy olyan szezon, amikor tényleg ki tudtam magaslani a többiek között, ugye a góllövéssel, többször voltam a gólkirály, legutóbb 39 évesen voltam az NB3 alfőcsoport gólkirálya. Büszkélkedhetek róla, és megmondom őszintén, büszke is vagyok, idézőjelben nem nagy képviségként mondom, de azért ez a sok-sok munka áll mögötte. Mikor rúgtál először labdába? Először labdába a szüleimnek jó volt tábor, és a bátyám jó volt tábor, itt a vecsési futballpályán kezdtem én is, mint mindenki, aki vecsési labdarúgóként kezdte el valaha. Hát már 5 évesen, 4-5 évesen már pokroccal kint voltunk a pályán, és szaladgáltam. Aztán, mivel az András, a bátyám is labdarúgóként kezdte itt vecsésen, már a felnőttekkel, fiatalon 10-11 évesen már tudtam futkorászni velük, de komolyabb képzést már 8 évesen kaptam a KSI-be, 8 évesen kezdtem el a KSI-be futballozni. Akkor mit mondtak rólad egyébként, hogy ebben a fiúban benne van 31 év labdarúgás, vagy inkább a szorgalmadnak köszönhetted, hogy ideig eljutottál? Hát a szülőindítatás az nagyon fontos, hisz kiemeltek egy olyan közegből abban az időben, még a másik rendszer idejében, amikor mindenkinek kötelező volt oda járni, ahova be volt jelentve. Nagyon nehéz volt elindulni. Nagyon hátrányból indultam, egy vékony kis csenevész gyerek voltam, de szálkás és inas, nagyon sokat tudtam futni, inkább a futómennyiséggel tudtam kitűnni a jelentkezésemen, amikor a Népstadionban voltam a KSI-nek a válogatásán, ott már több száz gyerekből ki tudtak emelni, ott volt egy állóképességes, egy technikai tesztes, ezekkel nagyon-nagyon jóba voltam, és ki is tudtam tűnni a többiek közül, és így 8 évesen kerültem a központi sportiskolába. De te egyébként jó képességűnek számítottál, vagy számítasz, vagy pedig a szorgalom volt az, ami előre vitt? Inkább a szorgalom. Tehát a jó képesség az egy tág fogalom. Ugye minden labdarúgónak megvan az erőssége, ugye látjuk a külföldi bajnokságot, vagy akár a hazai bajnokságot, mindenkinek megvan az előnye hátránya. Nekem egy picit annyival voltam előnyösebb, hogy magas voltam, nyúlékony, nagyon sokat tudtam futni, technikai képzéseket meg szép folyamatosan tudtam fejleszteni, akár itt magam is, vagy akár ott az edzők révén. Ettől az évtől azonban már nem mint labdarúgó vagy a pálya közelében, hanem mint a VFC menedzsere, klubmenedzsere, illetve elnökségi tagja. De hogyha visszatekintesz az elmúlt 31 évre, akkor hogy érzed, hogy mindent kiadtál magadból, ami benned volt, vagy van egy kis hiányérzeted, hogy még valameddig eljuthattál volna? Hát igen, ezt többször átgondoltam. Ha meg lehet, nem játszik sem a sportban, sem az életben, ugye ezt tudjuk. Hiányérzetem volt, de ezt el kell engedni. Tehát az élet mindig úgy megy, ahogy mennie kell. Bizonyos döntéseket azért tudsz hozni. Én azt gondolom, hogy kétszer rosszul döntöttem, ha lehet ezt mondani, de ugye az élet mindig igazolja, hogy nem biztos, hogy rosszul döntöttem, de effektíve rosszul döntöttem. Egyszer, amikor Tiszakécskén futballoztam, 95-ben, akkor hoztam egy olyan döntést, hogy Görögországban voltam kint az edzőtáboron, megkeresett a kecskeméti KTE, akkor ő NB1B volt, és elfogadtam az ajánlatukat, akkor úgy gondoltam, hogy annál a klubnál jobban tudom kamatoztatni a tudásomat és a tehetségemet. Ez volt az egyik döntés, ami nem vált valóra, mert nem jól szerepeltünk, és jó magam sem szerepeltem jól. Aztán a másik döntésem a 2000-es években volt, amikor Sopronból kiestünk az NB1-be, és akkor kimentem Ausztriába, még úgy érzem, hogy akkor nem kellett volna váltanom a sógorokhoz, de az anyag és a olyan kondíciók voltak, hogy szükségem volt a váltásra. Akkor hívott pont a Vasas, és nem fogadtam el az ajánlatukat. Akkor egy kicsit háttérbe szorultam évekre, amíg kint töltöttem az éveimet, és akkor utána tértem vissza már vecsésre. Ausztrián kívül voltál máshol külföldön, labdarúgóként? Igen, Németországban voltam még, de mindazok mellett nem volt egy jó kaland, mert teljesen más szemlélet, teljesen más profizmus, kevés voltam oda, én úgy gondolom, őszintén bevallva. A mentalitásuk, az életvitelük egy teljesen rukkolós, egy teljesen fanatizmusos és teljesen tökéletes gondolkodással rendelkező emberek. Amire felvettem a ritmust, addigra már el kellett, hogy jöjjek. Mikor voltál úgymond a csúcson? Nehéz ezt meghatározni, hogy a csúcson, szerintem egy játékos sincs csúcson, amíg nem hagyja abba, mert ugye foglalatost adja minden évben eltöltött meccszámok, mindig ki akart ünni. Többször volt kimagasló éveim,
akár Veszprémbe, amikor 19 évesen oda kerültem a Honvéd játékosaként, kölcsön adtak, fantasztikus játékosokkal tudtam együtt játszani. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó éven volt, és kimagaslóan tudtam lenni, mert egy meghatározó játékosa voltam az akkori Veszprémnek. Aztán, mi mondhatom, a Tiszakécske időszakokat, az is egy csodálatos időszak volt, mert NB1B-ből kerültünk föl, NB1-be 15 ezer ember vitt a vállán végig a városon, én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon-nagyon jó élmény, vagy akár Sopronba, a csodálatos, a híres városa, ugye, ott is nagyon jó éveket tudhatok magam mögött. Én azt gondolom, hogy a Vecsésnek nagyon-nagyon sokat köszönhetek, mert hiszen onnan elindultam, oda tudtam, tehát visszatértem a gyökereimhez, és ahogy te is említetted az előbb, hogy 39 évesen tudtam még gólkirály lenni, és azt gondolom, hogy ha minden fiatalt megelőzve tudtam valamit elérni, akkor azt gondolom, hogy az embernek az lehet az egyik csúcspontja. Hát így lett keretes a történeted végül is. A mellőződtséget, azt hogyan viselted? Mert nyilván azért valahol a labdarúgás és a sportélet olyan, mint egy emberpiac, csúnya szóval kifejezve, tehát az embert vagy keresik, vagy nem keresik, folyamatosan produkálnia kell, teljesítenie kell, van egy teljesítménykényszer, amit azért pszichésen is bírni kell, főleg akkor, hogyha nem csörög egy jó ideig a telefon. Szerencsés voltam ebben az esetben, mint hogy kezdtük a beszélgetést, hogy a védők rémálma voltam, ez tényleg így is volt, és nekem sose kellett kopogtatni. Tehát voltam olyan szerencsés helyzetben, mindazok veled, hogy nem vittem olyan sokra, mint hogy kérdezted, hogy volt-e esetleg valami akadály, vagy valami törés a játékkarrieremben. Szerencsés voltam mind sérülés szempontjából, és mind telefoncsörgésben is, mert minden évben kerestek és vittek, mint támadóként ugye az agresszivitásom és a gólerősségem, azért mindig volt olyan klub, akinek az én játékomra szükség volt. Effektíve mindig vágytam egy Ferencvárosba, mindig vágytam egy jobb klubba, ők valahogy mindig nem kerestek meg, de ez érthető volt. Az akkori én időszakomban ez a 74-es korosztály nagyon-nagyon jó játékosokat termelt ki, közel rengeteg válogatott játékos volt. Mondhatnám a Dragonelt, a Tóth Misit, a Bárányon Zsoltit, a Kovács Mis, még sorolhat, nem akarok kiadni senkit az én korosztályom közül. Nagyon-nagyon erős volt a mezőny, én egy picit lemaradtam pont azért, mert nem volt meg az a kellő háttér, nem volt menedzserem, mint a többiek. Egy teljesen más szférában, egy kétkezi munkás családnak a sarja vagyok, és amit elértem, azt tényleg önerőből értem el, és büszke is vagyok rá. Ugyanakkor olyan különleges idézőjelben, különleges képességgel is rendelkezel, hogy nem csak a lábad gyors, hanem azért kommunikatív is vagy. Tehát az is egy plusz lehet esetleges tárgyalások során, de pont annak köszönhetően, hogy állandóan elfoglalt voltál, mint labdarúgó. Szükséged volt, úgymond idézőjelben egy másik lábat, egy civil lábat növeszteni? Erre volt-e időd, energiád, affinitásod? Affinitásom lett volna, de teljesen olyan voltam, mint a lovak, tehát teljesen csak előre egy célra koncentráltam, és azt gondolom, hogy az életben nagyon jó több lábon állni, de aki tényleg a profi sporttal foglalkozik, én azt gondolom, hogy annak nem lehet más célja, csak az, hogy minden áron a labdarúgással foglalkozom. Én tényleg minden időmet ebbe öltem bele, a délelőttemet, a délutánjaimat. Mellette megvan a civil életem is, elvégeztem munkát, egy autóvonomossági technikumon van, mindazok mellett elvégeztem az iskolát. Szerencsés helyzetben voltam ott is, mivel mindenki támogatta a sportot, annó sokkal könnyebb helyzetben voltam, rengeteg lógási lehetőséget kaptam az iskolából, támogatták azt, hogy akkor ifjúsági válogatott voltam, plusz a Honvéd felnőtt csapatában 17 évesen oda tudtam kerülni, és ugye kaptam a lalfokat, kaptam a lehetőséget az iskola által, de elvégeztem. Mai napig dolgozom, tehát én is élem a civil életet, de tényleg csak a sportra koncentráltam. Autóvillamossági szerelőként éled az életed? Nem értek akkor hozzá. Nem, azt nem. Jó, viszont úgy tudom, hogy iskolapadba ülsz majd, vagy legalábbis szándékozol. Igen, tervezem, megmondom őszintén, hogy a tapasztalatémat tudom behozni a klubba, amit el is mondtam a Cibaja Zoltán elnök úrnak és Fölvár Tibor elnök úrnak. Mikor leültünk egy többszöri beszélgetés, de a legutóbbi beszélgetésünk, amikor megkaptam ezt a lehetőséget, ugye a kapcsolati tőkém és amit a 30 év magamba szívtam, azokat a dolgokat tudom behozni a klubnak az életébe. Azt gondolom, hogy az egy nagyon-nagyon jó dolog. De mindazok mellett úgy gondolom, hogy kell egy rálátást nyerni egy iskola által is, amikor tényleg tüzetesen is megtanítják neked, hogy hogyan kéne menedzserként közlekedned egy futballpályán. És úgy gondolom, hogy erre szükség van, és be is fogom adni a jelentkezésemet a TF-re. De milyen céljaid vannak esetleg a VFC-vel kapcsolatban? Mi az, amit te úgy érzed, hogy majd valóban hozzátehetsz a csapathoz? A céljaim az, hogy
Én azt gondolom, mindenki jól végzi a munkáját, hisz az önkormányzat teljes merszélességével a csapat mögött van. Én azt gondolom, hogy a Cibolya Zoltán és a Földvári Tibor teljesen jól dolgozik. Az utánpótlását említettem, Palotai Pált, sokat szoktam vele beszélgetni erről. Egy picit azt a hiányérzetet érzem, hogy közel vagyunk Pesthez, a jó játékosokat mire kinevelnénk, ugye elszipkázzák a nagyobb klubok, elcsábítják, ami tökre érthető. Én is elmentem annó a Kásiba, majd később a Honvédba, pedig Vecsésen én is fotballozhattam volna éveken át. Az embernek ez a jövője, ez a motiváció, hogy vajon eljusson, kinyílt a világ. Ugye látjuk a tévében, micsoda tehetségek vannak, micsoda szintre lehet eljutni, akár egy Gerát, vagy akár egy Lisztest, vagy sorolhatnám a többi nevet, vagy a Juhász Rolandot. Tehát megvan már a perspektíva, hogy hova lehet eljutni. Egy hatalmas üzletág lett, lehet látni. Ugye a fiatalok már a hajukat, a tetoválást, tehát azon a dolgon indultak el, ami teljesen egy külföldi szemlélet. Én azt gondolom, hogy Palival sokat beszélgettem. Én azt gondolom, hogy a gyerekeknek arra van szükség, hogy olyan edzők legyenek, akik be tudják mutatni, hogy miről szól ez, aki be tudja mutatni az edzést, aki el tudja mutatni, akár el tudja vinni csoportosan őket egy nagyobb mérkőzés, hogy hova lehet eljutni. Azért preferáljuk mostanában, hogy az utánpótlás legyen meg a hazai bajnoki labdarúgó mérkőzéseken, mert legyen az, hogy hova lehet eljutni. Én is ott ültem a domboldalon, néztem a felnőtteket, és tudtam, hogy nekem a pályán van a helyem, és láttam a szüleimet, hogy mennyit dolgoztak azért, hogy nekem vagy nekünk a bátyám a jobb életünk legyen, és én kitűztem magamnak a célt. A fiataloknak és a gyerekeknek is mindig ezt szoktam mondani, amikor kimegyük hozzájuk a pályára, hogy tűzzék ki a célt, hogy merjenek nagyokat álmodni, mert ez a labdarúgás ez egy csodálatos dolog. Itt meg tudsz újulni hétről hétre, minden héten háború. Ha nem ennél a klubnál, majd másiknál. Tehát már most arra kell nevelni a gyerekeket, hogy ne a PS, ne a játékvilág, ne a plázák, ne azok a hihetetlen műsorok, amiket látunk főmúser időben, hogy ezek vigyék el az agyukat, hanem igenis a pályán töltsék el az időt, a levegőn, a barátokkal, a legjobb barátkozási lehetőség, a közös nyelv a labda, és csodálatos barátokra lehet szert tenni. Én is rengeteg barátra találtam a labda által, és azt gondolom, hogy arra próbálom motiválni az utánpótlás vezetővel, és a vezetőkkel, hogy próbálunk először elsősorban a gyerekekre nagyobb orientációt és nagyobb motivációt fektetni, mert az a jövő. Hogy ne kell minden évben új játékosokat vásárolnunk, hogy ne kell minden évben új csapatot építeni egy edzőnek, hanem az, hogy próbáljuk az utánpótlást egy kicsit megserkenteni, frissíteni. Mennyire motiváltak a mai fiatalok? Azt gondolom, hogy nem motiváltak, mert ahogy említettem az előző gondolatomban, rengeteg minden viszi az agyukat. Ugye ez a számítógépes világ, ugye most már interneten gyűjtik a barátokat, live-ba élőbe csetelnek és úgy játszanak, ez egy picit elviszi őket. Ugye a szülőknek is rengeteget kell dolgozni, nagyon sokat kell tenni ahhoz, hogy a gyermeknek meg tudják teremteni azokat az anyagi feltételeket, amivel el tud vinni, ugye, hogy ki tudja jutni a pályára, ugye ez kell egy szülő, kell ahhoz, hogy a csodálatos Nike cipőket, amiket látnak a tévébe, tudják finanszírozni, ezek nem két fírek. Az én időmben sem volt az, most sem, úgyhogy le a kalappal a szülők előtt, akik ezt tudják állni. De többet kéne foglalkozniuk, tehát nem másfél óra az edzés időben kéne fotballozni, hanem annyit, amennyit én. Tehát én reggel kimentem, és úgy kerültek haza, vagy esetleg kihoztak egy szemvicset utána, vagy hazaparancsoltak, hogy egyek, de tényleg rengeteg. Én 12-13 órát töltöttem a pályán, nagyobbakkal töltöttem el az időt, fejlődtem, néztem, lestem, lopva azoknak a nagy játékosoknak, akik itt játszottak, egy Krausz Pistinek, egy Csőke Lajosnak, egy Rácz Józsinak, egy Hamburger Györgynek, vagy csodálat, nem igazán, egy Földvári Tibornak abban az időben, aki tényleg zseniális labdarúgó volt ugye az ő korszakában. Ezeknek az embereknek néztem. Aztán később láttam Détári Lajost, láttam Garaba Imrét, láttam Fodor Józsit, láttam Albert Florian, akik ugye ismertebbek. Tehát ezzel foglalkozni kell, nézni kell, és minden olyan dolgot el kell sajátítani, amire neked szükséged van a pályán. Viszont ha már egy fél mondattal megemlítetted az étkezést, azért az interneten utánat kutakodva találtam olyan cikket is, amelyben pont azt részletezett, hogy mi az, amit reggelizel, ebédelsz, vacsorázol. Az étesség elég sok helyen szerepel. Igen. Úgyhogy, de azért néztem, hogy próbáztad figyelni az étkezésre, tehát ütős a reggeli. Ezt majd elmondott, hogy általában mi volt, amikor, vagy mi az, amire rászoktál. De az édesség azért az majdnem mindenhol ott van. Igen, a dominancia lett nálam az édesség, megmondom őszintén, hogy már több mint 5 éve nem fogyasztom alkoholt, biztos az agyalapi mirigyem van az édesség is, teljesen abszinens lettem, és hát azóta falom az édességet, de nem bánom. Egy picit a pocakon bánja,
meg lehet, hogy a kedves feleségem, de ő jó voltából is azért nagyon jókat szoktunk enni, hiszen fantasztikusan főz. Én általában natur dolgokat ettem, nem vagyok az a vörös hús étkező, a bélszín megeszem, de nem vagyok odaérte. De azért a reggeli tojás a szalonnával azért az ott volt. Igen, az rendszeresen volt. A tojásodnak nagyon jó tápértéke van, hogy fejére hamar bontható, gyorsan feldolgozza a szervezet, tele van energiával. A szalonna az meg ugye a jó magyar viselethez képest. Most mondják, hogy egészséges-e vagy nem, vagy koleszterin vagy sem. Mindenkinek tudni kell, mi az, amivel ő előrébb tud haladni. Én ezekben bíztam, és általában be is szokott jönni. Ezeket el is készíted magadnak? Tehát ugye a konyhában mennyire fordulsz elő gyakran? Hát most, ha nagyképű lennék, akkor azt mondom, hogy igen, de nem. Tehát én azt gondolom, hogy a férfi legyen jó a konyhába, legyen jóban az eszközökkel, de ne ott töltse az idejét, én azt gondolom. Vannak dolgok, amit saját magam is szeretek elkészíteni, nem csak a főzés terén, hanem a magánéletben is szeretem a dolgaimat, például nagyon szeretem a környezetemet rendben tartani. Például a vasalás soha nem bízom senkire, még a kedves feleségemre se, pedig nagyon-nagyon tündér és jól kezeli a dolgokat, de tudja nagyon jó, hogy vannak dolgok, amiben szeretem kivenni a részemet, mert az a jó. Viszont a gyűrű nemhogy nem esik le az ujjadról, hanem még rá is került. Tehát most azért elmondhatjuk, hogy drasztikusan megváltozott az utóbbi hónapokban az életed. Ugye abba hagytad az aktív labdarúgást, elkeltél ismét, és ráadásul ötszörösen készen családapa lettél. Igen, nagyon boldog vagyok, és köszönöm szépen a kedves feleségemnek, hogy boldoggá tudott tenni, és bízom benne, hogy én is őt. Igen, egy hatalmas fordulaton mentem keresztül, az előző házasságomból elváltam, rá pár évre elveszítettem édesanyámat, akkor úgy gondoltam, hogy a világ az ellenem van, és hogy milyen rossz, mindig ilyenkor jött a sport, ott az ember mindig újjászületik, és boldogságát nyeri. Aztán utána idővel átálltam egy másik szemlőre, teljesen életmódot váltottam minden tekintetben, és akkor érkezett az Évi. Igen, 5 gyermekünk van, 5 gyermeket hozott magával, nagyon-nagyon büszke vagyok rá, mert imádom ezeket az anyai ösztöneket, ami benne lángol és ég. Van egy 25 éves Danink, van egy 25 éves Kittink, van egy 20 éves Bettink, van egy 19 éves Martinunk, és egy 12 éves Máténk, a legkisebb ugye az velünk él, és színessé teszi az életünket, pont most éli a kamaszkorát, de egy irodalmasan jó fej és nagyon intellektuális kis pali. De hogyan születik egy apuka? Mert ugye azt mondják, amikor a férfiak egymás között beszélgetnek, és esetleg várandós a feleségük, hogy ők még nem készültek fel arra, hogy apukák legyenek, erre mondják azt, hogy az apuka a gyerekkel együtt születik meg. De neked nem volt időd így ennyire a felkészülésre. Nyilván az Évével való ismerkedésed során tudtad, hogy akkor mire számíthatsz, de akkor is hirtelen lettél nagy gyerekek apukája. Tehát a kisgyerekek pátyolgatása, az első lépések, ezek most azért úgy kiestek neked rögtön a tinédzseri problémák, vagy már a kora felnőtti problémák és örömök azok, amelyekkel találkoztál. Ez így van. Kiestek, mi ezt az Évivel megbeszéltük, mi ezt a dolgot, mi elengedtük, hogy közösen váljunk gyermeket, nem is tenném ki ennek. Már én azt gondolom, hogy nem is tudnám felnevelni a gyermekemet, hisz öregemben lennék, és tele lennék agályokkal is. Én azt gondolom, hogy egy fiatal szülő sokkal engedelmenyebb és sokkal másképp látja a világot, és nem megbántva, akik esetleg később váltak gyermeket, mert rengeteg ismerősöm van. Ez az én véleményem. Én azt gondolom, nem értem meg azokat a pillanatokat, de majd biztos, hogy megfogom, biztos meg fognak ajándékozni minket unokákkal. A környezetemben is volt rengeteg pici, persze nem ugyanaz, mikor az ember a sajátjával éli át, de azt gondolom, nem ez a lényeg. Most van egy feladat, az embernek az életben mindig van feladata. Most én ezt kaptam, őket kaptam, és nagyon-nagyon hálás vagyok érte, és Mátéval nagyon-nagyon jó a viszonyunk. Igaz, hogy ő kamasz, mint hogy előbb említetted. Vele megküzdöm a kis harcomat, a nemek harcát, de ez, azt gondolom, hogy ez így tökéletes. Itt tudom majd férfivá faragni, itt tudom átadni azokat a dolgokat, ami szükséges a mai világban, hogy talpon tudjon maradni ebbe a rohanó, konok és önző világba. Próbálom ebből kiemelni, és azokkal a jó dolgokkal, akár szemléletve az én életemmel, vagy akár azokkal az információkkal ellátni, amivel engem is ellátnak a szüleim. De persze ott van az Évi is, aki egy jó anya, tehát ő is teljes merszélességgel együtt koordináljuk a Mátét. A többi gyerekük már nagyok. Az egyik megházasodott, a másik babát vár. A 25 éves Danink, ő is bontakoztatja a szányét, ők már nagy gyermekek. Ők szerintem annak örülnek, hogy látják, hogy az édesanyjuk boldog, ők annak örülnek, hogy egy barátot találtak bennem, és tényleg mindennel meg tudnak keresni, mindennel hozzám tudnak fordulni. Én azt gondolom, hogy mindenben partner vagyok. A 3 méter távolság az nem azért van, mert én ezt kierőszakolom, hanem tudják nagyon jól, hogy egy olyan motiváló erő vagyok a családban, amire fel tudnak nézni.
Boldog vagy most? Így kerek most az életed, ahogy van? Igen, boldog vagyok, de tudom azt is, hogy a boldogság az belülről fakad. Tehát a boldogságért tenni kell. Nekem egy nagyon-nagyon nagy nehéz és egy nagyon-nagyon nehéz időszakon mentem keresztül, amivel boldoggá tudtam tenni magamat. Ez kell egy nagyon jó társ, ez nyilvánvaló, kell egy olyan támogatás, minden erős férfi mögött egy erős nő áll, ugye azt szokták mondani és fordítva, és ez nálunk tényleg így van. Igen, igen, boldog vagyok. Köszönöm, hogy eljöttél. Én köszönöm a meghívást, és minden jót mindenkinek. És hajrá, Vecsés! 0-0-ás döntetlent játszott legutóbbi mérkőzésén hazai pályán a VFC, a gödöllői SK ellen. A következő megmérettetés május 7-én szombaton lesz 16 óra 30 perctől idegenben a Maglódi TC ellen. Köszönöm figyelmüket, önök a Williams Televízió Vecsési Magazin című műsorának május 6-ai adását látták. Friss hírekkel, információkkal egy hét múlva pénteken este 18 órakor jelentkezünk. Ennek a műsornak az ismétléseit megnézhetik vasárnap és kedden 18 órától, valamint szerdán este 9-től. További jó tévézést kívánok önöknek, viszontlátásra! Williams Televízió.